kedves nézőim, kedves hallgatóim! Sok szeretettel üdvözlöm Önöket, mindenkit, aki a TV képernyője előtt ül, és azokat is, akik majd a neten fognak megnézni. Az előző órákban tanultunk a cukorbetegségről, a cukorbetegség szövődményeiről, és folytassuk most a szövődményeket. Ugye volt a szívbetegség, az agyi történések, és most következik a magas vérnyomás. Nagyon sok vérnyomásban szenvedő beteg van ma. A természetgyógyászat enciklopédiájából ezt tanulhatjuk. A vérnyomás a véredények azon ellenállását jelenti, amely minden egyes szív dobbanásnál létrejön, ahogy a szívből kilökött vér az artériákba áramlik. A felső érték a szív összehúzódásakor mért érték, az úgynevezett szisztólis nyomás, két szívdobbanás között a szív elernyed és a vérnyomás esik. A legalacsonyabb leolvasott érték az úgynevezett diasztól és nyomás. Ugyanakkor az MSD ezt mondja, magas vérnyomásról akkor beszélünk, ha a nyugalomban a vérnyomás szisztólis átlagértéke 140 hgm-ben, vagy azt meghaladó érték, a diasztólis átlagértéke pedig 90, vagy annál magasabb, illetve ha mindkét érték a megengedettnél nagyobb. De többnyire mind a két érték magasabb, ha mérjük ezeket. A vérnyomás az életkor erő haladtával általában növekszik, a szisztról és vérnyomás körülbelül 80 éves korig, a diasztól és 55-60 éves korig, ezt követően pedig csökken. A magas vérnyomások oka a betegek 90%-ában nem ismert. Ezt az állapotot nevezzük eszenciális vagy elsődleges hipertóniának. Az eszenciális hipertónia általában nem egyetlen okra vezethető vissza. A magas vérnyomás valószínűleg a szív és a vérerek számos változásának összeadódásából keletkezik. Amikor a kiváltó ok ismert, a hipertóniát másodlagasnak nevezzük. A döntő bizonyítékban a magas vérnyomást néma gyilkosnak is nevezik. Miért? Mert lassan alakul ki, és nem figyelünk fel rá csendben. Nagyon szép ez a kép, amely segít mindenkinek, hogy maga mérje meg a vérnyomását. Ugye az, mikor feltesszük és fölpumpáljuk, először nincs hang. Majd lüktető, púzáló hang hallható. Ez a szisztólis nyomás. És akkor, amikor a púzáló hang megszűnik, ez pedig lesz a diasztólis nyomás. A következő kép, amit itt szeretnék mutatni, döntse el ön, hogy veszélyeztetett a vérnyomással kapcsolatban. Ugye ez azokra vonatkozik a felső szinten, akik nem szednek semmiféle gyógyszert, és így van 140 per 90 vérnyomásuk. Önél milyen? Eltér ezektől? Érdekes képet találunk a doktor Vanderkönyvében, a magas vérnyomás betegségek kapcsolatban, melyben láthatjuk az okait és a következményeit. Egy fa szemlélteti ezt, ugye? Az okainál fel van sorolva besebetegség, élelmesesedés, szívbillentyű, egészségtelen táplálkozás, tisztátalan vér, artritis, mérgezés, felindultság, mentális higiénia. A következményei nagyon komoly, agyvérzés, infarktus, paralizis, retina bevérzés, hallás, károsodás, rángógörcs, A kezdeti tünetei pedig fejfájás, tüktetés, bizonytalan egyensúly, melkasi nyomás, szapora, szívdobogás, izzadás, látázzavar. Emlékeznek, kedves betegeim, hogy én sokszor elmondom, hogy egy betegség soha nem jár egyedül. Mindig van valami társam amit itten fel is soroltunk, szívbetegség, aorta probléma, elzsírosodott vér, megkeményedett artéria, vesebetegség, székrekedés, bentreket méreganyag, plusz idegi lelki problémák. Mit ajánlhatnánk kezelésképpen azoknak, akiknél a betegség fő kiváltók a életmódjukban vagy öröklött érzékenységben rejlik? Milyen lépéseket kell tennünk, hogy a bérnyomás normalizálódjék? A szokásos válasz? Az orvos által felírt gyógyszert szedje. Nem is olyan régen még, csak ez volt az egyetlen lehetőség. De ma már tudjuk, hogy nem ez a legjobb megoldás. Ennek több oka is van. Miért van több oka? Itt be van sorolva nekem 5 pont. Minden gyógyszernek összetett mellékhatásai vannak beleértve az élet minőségét érintő okokat is, amelyeket a gyógyszerszedők már észre sem vesznek. Második, a magas vérnyomás még akkor is, ha gyógyszeresen és nem életmóddal szabályozák, az agy lassú leépülését eredményezi, ami a páciens meggyengül szellemi képességében mutatkozik meg. Harmadik, a gyógyszerszedők felénél a vérnyomás nem csökken a 140 per 90 alá. A negyedik a gyógyszerek ára. Az ötödik, a gyógyszeres vérnyomás csökkentés nem azonos a természetes módon történő csökkentésen. A természetgyógyászat enciklopédiája is örömömre hasonló tanácsokat ír nekünk az 585. oldalon. A magas vérnyomást nem szabad könnyedén venni. Ha normális érték határok között tartja vérnyomását, azzal nem csak meghosszabbítja az életét, de élet minőségében is javulást fog hozni. Különösen igaz ez, ha gyógyszerek helyett természetes anyagokkal akarjuk elérni a megfelelő vérnyomást. A gyógyszerek komoly mellékhatásokkal járhatnak, mint az érzet, a fejfájás vagy az impotencia. Az alábbiabban röviden összefoglaljuk a teendőket, a magas vérnyomás különböző fokozatai esetén csökkentse a tesszúját, mellőzze a konyhasó nátriumklórid használatát, ilyen egészségesen kerülje az alkoholt, a koffeint, a dohányzást, mozogjon többet, és alkalmazza a stresszcsökkentő technikákat. Vezessen be magas kálium tartalma, rostanyagokban és teljes értékű szénhidrátokban gazdag étrendet. Fogyasszon több zellert, hagymát és fokhagymát. És még ezt is írja. A vegetáriánusoknak általában alacsonyabb a vérnyomásuk, és ritkábban fordul náluk elő magas vérnyomás vagy érrendszeri problémák. Miért? Tapasztalatom szerint a vegetáriánusok nem fogyasztanak annyi sót tartalmazó ételt. A döntő bizonyítékból ezt tanulhatjuk. Bizonyított tény, hogy a legjelentősebb mértékben a só emeli a vérnyomást. Nem túlzás azt mondani, hogy a magas vérnyomás kialakulásában a legnagyobb bűnös a só. A hipertóniás betegek minél inkább csökkentették a sót az étrendjükben, annál inkább csökkent a vérnyomásuk is. A hipertónia egyik alapvető kiváltó oka, hogy a vese képtelen kiválasztani nagyobb súlymennyiséget. A szervezet pedig, hogy el tudja látni feladatát, megemeli a vérnyomást. Nézzünk ebben kapcsolatban a következő képet, amelynek címe az, hogy a só emeli a vérnyomást. Az első pontban azoknál a népcsoportoknál, amelyek tagjai egyáltalán nem fogyasztanak sót vagy keveset, nincs magas vérnyomás. A második pont, amikor ilyen kevés sót tartalmazó rizs és gyümölcs étrenden tartanak magas vérnyomásos betegeket, a vérnyomás gyakran a normálisra esik vissza. Harmadik, ha olyan étrendre állunk át, ami csupán kicsit kevesebb sót tartalmaz, ez a vérnyomásnál is csak csekély csökkenéssel jár. És a negyedik, só bevitelével magas vérnyomást lehetett elérni embereknél és a kísérleti állatoknál egyaránt. A táplálékodány gyógyító című ezt írom a sóról. A bölcs természet tudja végezni számításait. Az emberi szervezetnek napi 0,5-től 1,3 g sóra van szüksége nehéz fizikai munkát végző embereknek a felső határ a napi 3 g. A vese ennél nem tud többet kiválasztani, ezért soha nem szabad ezt a mennyiséget túlhaladni. Így szeretnék megállni egy picit. Gyakran hallom az egészségügyben dolgozóktól, meg másoktól is, hogy 5 g só mennyiség az ajánlott, de sokan 10 g-ot is fogyasztanak. És nekem nagyon elgondolkoztató, hogy Brazíliában, ahol sokkal melegebb van, mert a táplálékot könyvben onnan idézem ezt, ilyen mennyiséget ajánlanak csak 0,5-től 1,3 gramig, és még a nehéz munkát végzőknek is csak 3 g-ot. Így írom ott tovább. Egy kevés só a besén, a vizelettel a bőrön izadása eltávozik, és a fennmaradt részt lerakodik a csontokra, porcokra, izomszövetekre, inszalagokra, bőrre. Ezek az okok vezetnek a vízkorsághoz, az ödémához. A víz behatol a szövetekbe. Jó részt a konyhasó túlzott fogyasztása idéző erő a túlsúlyt és a testes kövér embereket. Ilyen testesség természetesen nagyon káros, sőt betegség. Tehát ne feledjük el, a só nagy ellenség. Vádolható azzal is, hogy ő a felelős a magas vérnyomás előidézésében, és ez a betegség alattomosan vezethet egy hirtelen támadó szívrohamhoz. Ha lemondunk a sóról és a sós ételekről, a vese eltávolítja a földös vízmennyiséget, és a sófogyasztás okozta magas vérnyomás is normálissá válik. Mi baj a sóval? A só két elemből áll, nátrium 40%-ban, és a többi klorid. A kutatások szerint a nátrium és a klorid kombináció ártalmas. Magas vérnyomással kapcsolatos állatkísérletekben a nátrium vagy a klorid önmagában még nagy mennyiségben sem okozott magas vérnyomást. A csomagoláson feltüntetett nátrium tartalom azonban elárulja a klorid mennyiségét is, és a legtöbb ételben ugyanis ez a kettő nagyjából azonos mennyiségű. Így, ha korlátozunk a nátrium bevitelt, ezzel együtt a klorid bevitelét is csökkentjük. 20 magas vérnyomásos beteggel végeztek kísérletet. Ők semmilyen gyógyszert nem szedtek, hanem a korábbi magas sófogyasztásuk csökkentették kevesebb, mint 3000 mg per nap. Nézzük meg az eredményt a 11-es ábrán tehát 20 embernél végezték a kísérletet. Ezek átlagosan 161 per 100 vérnyomásos betegek voltak, és egy évig korlátozták sófogyasztásukat. Egy év elteltével átlagos szisztólis vérnyomásuk 19 egységgel, míg diasztolis nyomásuk 14 egységgel csökkent. A 20 beteg közül 16 vérnyomását jól lehetett befolyásolni, egyszerű sókorlátozása. Nézzük meg a következő táblázatot, amin én is igen elgondolkoztam. Például, amit szeretnék kiemelni, hogy fél csészer fagyasztott zöldborsó 70 mg nátriumot tartalmaz, még ugyancsak ugyanannyi zöldborsó, mint konzerv, 340 mg tartalmaz. Az eszetes 833-at, a sózott sonka 1080-at. A paradicsom leves 932-t. De a következő ábra, a 14. ábra bemutatja, hogy minimális szükség szint naponta 250 mg a nátriumból. Igen. Az elmúlt évben azt hiszem, egyszer hallottam a tévében, hogy jelentették, hogy a magyar ember tízszeres só mennyiséget fogyaszt, mint amennyit kellene. A 9. ábrán a döntő bizonyítékban felhívják a figyelmünket, hogy az alkoholtól, a dohánytól és a kávétól is tartózkodjunk. Miért? Mert az alkohol is emeli a vérnyomást. Csupán egy-két deciliter is komoly hipertóniát alakíthat ki. Ez az oka annak, hogy még az alkoholt mértékkel fogyasztó körében is komolyan számolnunk kell az agybérzés lehetőségével. Az alkohol teljes elhagyása nélkülözhetetlen a vérnyomást természetes úton való csökkentéséhez. Ugye a következő tanács a dohány, és azt írják, hogy már egy száll cigaretta elszívása után mindkét, tehát a szisztólis és a diasztólis vérnyomás mintegy 30 percig megemelt állapotban marad. Dr. Norman Kaplan, aki a világon az első között kutatta a magas vérnyomást, rámutatott arra, hogy egy tipikus napi egy dobozt elszívó dohányos vérnyomása a nap túlnyomó részében megemelt állapotban van. Hát érdemes csegelyet tárni. Nem csak a vérnyomás, a véredények, az ereknek, szívnek, mindennek árt. A következő volt ugye a KB. Kutatások bizonyítják, hogy a koffein hatással van a vérnyomásra. Napi egy csésze kávé vagy kóla 5-6 fokkal megemeleti a diasztól és a szisztól is vérnyomást. Ebből következik, hogy a koffein tartalmú italok elhagyása ugyanilyen mértékben csökkentheti a vérnyomást. A koffein nem csak nyugalmi helyzetben emeli a vérnyomást, ha a testmozgás előtt vagy alatt fogyasztjuk, a vérnyomás és a szívverés emelkedésének mértéke meghaladja azt a szintet, amit egyedül a testmozgás által értünk volna el. Így pedig egy önmagában véve egészséges tevékenység, a torna egészségtelené válik, mivel a testgyakorlat alatt jelentős mértékben megnevekszik a szív- és érrendszeri probléma veszélye. Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy a képen tanácsolt a teljes vegetális étrend, a torna, a mozgás. Tapasztalatból mondom, hogy sok beteg nagyon elhagyja magát. Mindenki kiszolgálja a családban, de ezzel nem a gyógyulását segítik elő. Én is mondhatom, hogy tapasztaltam azt, hiszen többször tanultam járni. Mikor utoljára a csípőportézésemet tették is be, nem engedtem, hogy segítsenek, mikor hazahoztak. Kérem a mankómat, és majd én igyekszem, és megyek. A beteg önmaga ellen tesz, ha nem mozog annyit, amennyit tudna, ha akarna. De a hozzátartozó is árt neki, ha feleslegesen segít neki. Sajnos sok ilyen beteget hoztak már hozzám. De a hozzátartozónak erőltetni kéne, hogy tegyen, mozogjon, amit tud minden nap kicsit többet, kicsit többet, és ezzel segíti a gyógyulását. Tanácsolják a vegetáriánusi táplálkozást, de én inkább a vegán táplálkozást tanácsolom mindenkinek. Sok nyers gyümölcsel, zöldséggel, hogy legyen elegendő rostanyagunk. Nem utolsó sorban az apkását, ami a könyv szerint is csökkenti a vérnyomást, mivel csökkenti a koleszterin szintet. Biztosan emlékeznek rá, kedves betegeim, óráimban is mondtam már, és itt is, hogy mennyire fontos, hogy elegendő rostos táplálékot fogyasszunk minden étkezésnél. Nézzük meg ezt a döntő bizonyítékból, ezt a következő képet. Az étrend és az elhízás összefüggése a magas vérnyomással akik sok rostot fogyasztottak, azok sovány férfiak, azoknak egy ot mutatnak. Akik kevés rostot fogyasztottak, ezek 1,57 százalék. Kik a kövér férfiak? Akik alig fogyasztottak rostot, ezeknek 4,6 százalék a probléma. Itt szeretnék áttérni, hogy nem csak a fizikai dolgok emelik a vérnyomásunkat, hanem az idegi lelki állapotunk is. A különböző élethelyzetekből adódó stressz és emeli vérnyomásunkat. És ha ezeket nem tudjuk megfelelő módon kezelni, fizikai és lelki állapotunk látja kárát. Az Egészség minden című könyvemben olyan komoly tanácsokat talál az olvasó, azon címszó alatt, hogy elfogadás művészete, ami segítheti rendezni életét. Én is sok nehézségem mentem keresztül. 33 évig egyedül éltem, és nem egy kész lakásban, hanem egyedül építettem a házat, dolgoztam a nagy kertet. Annak ellenére, hogy az agyér szükköletem és a sokszor operált csípő miatt minden szellemi és fizikai munkától el voltam tiltva. De mégsem voltam én, nem emlékszem, hogy el voltam csüggedve. Mindig azt mondtam, hogy de valóban, a nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Nem szégyellem kimondani. Volt, mikor nem tudtam, hogy másnap miből veszek kenyeret, vagy mínusz két fokba feküdtem le. Én akkor is azt mondtam, hogy én boldog ember vagyok. Miért? Mert fogtam a jó Isten kezét. Kérem, Jézus azt mondja mindenkinek, kérjetek és adatok néktek. Próbálják meg, forduljanak minden problémájukkal. Jézus, és olyan kiutakat mutat és ad, amit előtte el sem tudták volna gondolni. Nagyon sokszor énekeltem, és most is szoktam. Ne félj, ha bármi történik. Isten gondol rád. Édesanyám kedves éneke volt. A legnagyobb probléma, amit látok a családokban, hogy nem beszélgetnek eleget, nem hallgatják meg egymást. Sokszor meglepődnek, mikor rákérdezek, hogy sok mindent magába zár. Meg kell szabadulni úgy a testi méreganyagoktól nap, mint nap, ugye hallották már tőlem többször, mint a lelki méreganyagoktól. ha nincs kinek kimondani, akkor hajol meg, ti és mondd el a jó Istennek, beszéld ki magadat. Mindig ezt mondom mindenkinek. Ő neki mindig nyit volna a füle, jó Isten mindig meghallgat bennünket, és neki mindent elmondhatunk. Természetesen, kedves hallgatóim, kedves nézőim, ehhez hinnem kell ezt. Hinnem kell, hogy ő szeret engem, hogy ő velem van, hogy ő megsegít, hogy ő meghallgat. Bízni kell benne, ez a legfontosabb. És ha van hit, és van bizalom, akkor meg is tudok nyugodni. És már ekkor is le fog menni a vérnyomás. Nem kis probléma a magas vérnyomás betegség, hiszen annyi társát kialakíthatunk vele, ha nem vigyázunk magunkra nálam ez törvény, szabály, csak a déli étel tartalmas sót. Reggel és este mindig gyümölcsöt eszünk valamivel. És amit itt olvastuk is az előbb, vagyis hát mondtam, hogy a zab pehely a zapkása is csökkenti a vérnyomást. Táplálkozunk egészségesen, sok orostos, sok nyers, és elfelejteni a nehéz sós ételeket. Próbálják ki, kérem, meglássák, hogy nem lesz hiába való. Köszönöm, hogy velem voltak, és remélem, legközelebb is velem lesznek. Mindenkinek jó meggondolást kívánok, nem is jó étvágyat, jó meggondolást, átgondolást. Viszontlátásra. Bennem. A csüggedés Oly közel jön hozzám Én várok rá. Oh